Azt életbe. Sziasztok, én Fruzsi vagyok. Én pedig Géza, ez pedig itt a Joy hetente jelentkező sorozata, a Wait What. Minden héten izgalmas, meghökkentő és érdekes témákat fogunk nektek bemutatni, rögtön az első részben pedig a leges-legelső számát a Joy magazinnak. A dizájnja az nagyon retro. Nagyon, meg a lánynak a sminkje valahogy az egész arckifejezése tiszta 90-es évek. Úristen! Milyen szemöldöke van! Ez csak 290 forint, úgyhogy ez... Az is igen. Igen, az is biztos feltűnő lehet. Nekem van ilyen szemöldökös képem, mert megkérem anyukámat, hogy keresse ki, nagyon kellemetlen. A témák azok még mindig olyanok, mint szerintem, viszont mint két hét Szicília Joy hajón, azért csak azért hajózgatnám, abszolút. Strandképes kozmetikumok. Hogyan legyünk milliómosok? 17 meglepő tipp. Ezt nem merem felolvasni, nehogy megbántódjon a kedvesem. Szabadulj a szerelmettől. Király. Úristen, örülök, hogy végre van, nem fogom még megszabadulni tőle. Egyre jobban élvezzük. Jók vagyunk az ágyban. Na, ez a mi címlapunk. Mutasd a hasad, megmondom, ki vagy. Ez most kellett összeményben. Ezek a teletalpú cipők, ezek a tárgyak, a szörnyűek. Szörnyű, de tudom, hogy én akkor teljesen oda voltam, holdjáró cipőt is akartam. Ez a kedvencem. Vidám papucs. Az, úristen, is van ilyen, hogy hívták az? Buffalo is vajon? Amisten. Tök jó. Úristen, nem tudok egyet választani, hogy melyik a legrondább. Mindenkinek ilyenje volt, mindenkinek magas talpú. És az a kellemetlen, hogy ebből nekem nagyon sokféle cipőm volt. Hát mert ugye a Spice Girls hozta be ezeket a holdjárókat. Igazi műcseresznyék díszítik ezt a vászonpapucsot. Igazi műcseresznye. Ez egy kis cseresznyék itt, ami ki is. Igen, de egyébként engem sokkal jobban kiborítanak ezek a fajta papucsok. Valamiért, tehát ilyen provinciálisnak érzem. Egész nap kényelmes. Mountain bike szandál. Mountain bike szandál. Nehezen hiszem el, hogy ezt tényleg mountain bike-ozásra lehetett használni. Ez a papucs a legújabb divatirányzatot képviseli. De a szöveg nekünk sem volt könnyű választani a fantasztikus kínálatból. Hát... Jó állapotban van ez a magazin. Várjatok csiszálni, Jenny. Úristen, ez a fétis parfüm, ez álmom volt a 90-es években. Úristen, azt hittem, hogy valami szexuális kiegészítő. Spray, ami... Ez lábra jó? A szaga egyébként még mindig erősen megvan a fejemben, de ez nincs. De csak akartál ilyet, és soha nem lehetett? Hát nagyon sokáig gyűjtögettem rá a zseppénzemet. Tényleg? Ja, az ilyen drága cucc volt? Szerintem nem. Ja. Nagyon ijesztő ez az egész. Na ezt fújd meg felkiáltással. Na ezt fújd meg, mint ugye Lajcsi az áramot. Na, vizet? Az áramot is? Hát a koncertjének kell egy kis áramszünetet énekelte, szóval én az áramra emlékszem. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.